Itt van ez a rohadék, aki folyamatosan 30%-át lenyúlta a rúnáknak. Craven to the bone. Pushing me about like that. And after all that grafting, where did that get you? Look down on me, would ya? Godric, you filthy slug. Feel it. Feel it. Feel my bloody wrath. Ja, értető. Oh. Hello there. This weasel was... Godric was always looking down on me. He got what he bloody deserved thanks to you. I tell you though, what goes around comes around. He had an ugly heart, an uglier countenance, and met the ugliest of ends, eh? Jó ismert szószos röhögés. Azt akarom csak mondani, hogy innentől fogva ugye lehet nálam vásárolni többek között a játék legjobb perire alkalmas shieldjét, azért az a buckler, az bármennyire is nevetségesen néz ki, ennek a legnagyobb az a frame time-ja, ami rendelkezésedre áll ahhoz, hogy magát a perit végre tud hajtani. Ennek talán mértéken valahol, úgy emlékszem, talán ilyen 13-as érték körül van, a többinek meg ilyen 11 körül, úgyhogy neki ennek a legjobb, ez a legegyszerűbb perizni. De mondom, nem lehet minden támadást perizni, úgyhogy csak okosan vele, nagyon be kell tanulni ahhoz a játékba az ellenfeleket kegyetlenül. Én azt továbbra is kockázatosnak ítélem, tehát így egyszerűbbnek tartom ezt a hack and slash módit, kicsit az eleje kicsit hack-and-slash betolható, aztán utána már azért jóval inkább oda kell koncentrálni, figyelni, ilyenkor még el szoktam lazázni az elejét én is. Még annyit kell róla tudni, hogy ennek a questline-jának a végén majd értékes fejlesztési alapanyagot lehet ugye vásárolni tőle, úgyhogy azért nem végzünk vele. Amit a Fromnak viszont föl tudnék róni hibának itt questbe, hogy mivel ő neki most úgymond szívességet tettünk, és neki is a bosszúját és vágyát beteljesítettük, nekem nagyon furcsa, hogy mégsem kapjuk vissza azokat a lelkeket, amiket halál esetén elvesztettünk. Tehát ugye legalább a 30%-át, amit ő lenyúl. Mert ugye, ha visszaszerzed a lelkeket, akkor is ő leveszi a sápot, a 30%-ot belőle, és nem adja vissza. Tehát erről szó nincs. Nincs róla egyáltalán szó, hogy ő lenyúlja ezeket a lelkeket. Azt, ha nem veszed észre, akkor arról nem tudsz, és kész. Erre nincs semmi a loot, csak lehet körülnézni egyébként, semmi érdekes nincsen. Csak mutatom. Jól néz ki. Hát Stormwind szerintem az egyik legjobb és leginkább kiötölt helyszín ebbe a játékba. Nagyon, nagyon jól összerakták. És vége a játéknak. Ja nem, de amúgy a trón az tök ugyanúgy néz ki. Ja, ez csak úgy érdekességnek mondom. Ja, itt elvileg semmi. Nem is tudunk harcolni sem. Itt nem enged itt a trónterembe harcolni. Itt már viszont igen. El szoktam itt szaladni mindig a következő grészig. És akkor fel szoktam azt oldani, és akkor utána szoktam visszamenni, triggerelni az eseményeket a Roundtable Hold. Ez a Shabriri Grape, ez egy érdekes történet. Nem árulok el vele nagy spoilert, gondolom, főleg, hogyha az ember megnézi az inventory-ba. Hogy, hát ez oda is van írva, hogy Yellowing Oozing Eyeball of the Infirm. Szóval az egy szemgolyó. És az is egy questline.
akkor kezdete. Ez itt tök jó, hogy itt kijössz, ez annyira szépen meg van csinálva. Nem tudom, valahogy ugye ez egy tök jó pillanat benne. The demi-human. You helped me before and retrieved my sewing needle. Please, master, allow me to serve you as your seamster. I can't make nothing from scratch, but I'm happy to make adjustments to your garments. Master, I was wondering, do you ever make adjustments to your garb yourself? I would, well, rather you let me do the job when possible, please. I don't ask anything in return, you know, and, well, I am your personal seamster after all. És amit nem igazán értek különben a játékban, hogy én azt vettem észre, hogy a ruházatok zömét, ha alterelem, rosszabb lesz. Szóval, ja. Mondjuk ami eleve most már rajtam van, az egy altered cucc, de nem is igazából értem, hogy ez miért van. Hát nyilván az jelentősége talán ennek is multiban, hogy másképp néz ki a karaktered, és akkor lehet örülni, hogy másképp néz ki. Itt van Tops. Back to learn another. Wonderful. You're most well. You've taken an apprenticeship with Selen. Well, that is something. Selen was well known. The most promising sorceress in the hill. I followed her at school. But there may as well have been an ocean between us. But Selen was expelled from the academy, accused of unthinkable treatment of certain sorcerers under the name of... I still don't believe the accusation. The illustrious Selen would... Jó, oké. Most nem lényeg. Meg itt már jártam, itt ezen a kis részen. Szerintem, amit meg lehetne tenni, az egy roundtable hold. Feltétlenül. Most már elvileg. Elvileg pedig vele is kellene beszélni. You again. I thought you'd receive a summons to the round table. Nefeli Lu. We met at Stormvale. I'm glad to see you here. I have something for you. I found it in Godric's grafting grounds. You were the one to defeat him, I would hazard. Make good use of it. I don't intend to make a habit of scavenging corpses. Az Arzenor Charmról azt kell tudni, hogy elég jó tud, sajnos. Rezes Maximum Equipment Load. Szóval az van, hogy én ezt most ide bepattintom. És még így sem tudom teljesen kicserélni a griefseket, de várjátok, lehetséges, hogy igen, ez lenne a logikusabb, hogy ide. Ó, ez nagyon jó, ezt vissza tudom tenni, nagyon jó. Hát így ezért jelentősen erősebb lesz így a karim ellenállása. Ez már egy egész komoly kis páncél, tehát azért itt ez már így jó. Ah, yes. I wonder if you've met my foster father. He's in his study. The room Ensure's guarding just over there. If you haven't already, I advise you introduce yourself. Father is leader of the round table. I'm sure talking to him will be worth your while. It's about time I headed off. I'll see you again, warrior, should the fates deign it. Jó, majd megyünk ide be mindjárt, csak majd le kell ülni a Grace-hez, és akkor majd triggerrel ülik az a történet is. Kinyílt ott az ajtó, majd oda is megyünk. Meg itt lesz Roger is elvileg. We meet again. De már betegen, sajnos. I apologize for any offense given by my bearing, but I'm quite unable to move, you see. So, what do you need? Körbelengik azok a kis döglegyek, vagy még durva. Ah, so you've met D. D is an old friend.
We found ourselves journeying together for a time, bound by our exploration of death. But our paths have since diverged, never again to cross. Though that's hardly an uncommon fate for two friends. Dee was telling me that he discovered the mark of the centipede. The centipede is an ancient symbol of the curse mark. As long as whoever finds and uses it is not nefarious by nature, then we may be able to form an alliance. If only I could speak to them in person. And if they were like you, all the better. The misshapen corpse on the Storm Veil. That is a sacred relic of the Black Knives plot, as that famed night of assassination is known. It happened during the golden age of the Erd Tree, long before the shattering of the Elden Ring. Someone stole a fragment of the Rune of Death from Malaketh, the Black Blade, and on a bitter night, murdered Godwin the Golden. That was the first recorded death of a demigod in all history, and it became the catalyst. Soon, the Elden Ring was smashed, and thus sprang forth the war known as the Shattering. I once wished to become a scholar, you see. I've spent many an hour scouring the archives for knowledge of that fateful plot. The world has grown crooked, and if you intend to put it to rights, you'd better understand what happened to make it this way. Hmm? And that thing is to blame for the shape I'm in now. I urge the utmost caution. Don't disturb the corpse more than necessary. Kemény. Ebbe elég jól beleszaladt ebbe a Dead Blight-ba. Ah, you defeated Godric and claimed yourself a great rune. Hmm. Looks like we both got what we wanted out of Stormvale, didn't we? Well done, friend. Something to mark the occasion. Go on, take it. As you might have guessed, I still can't move. My fighting days are behind me. No need to be polite. I've no use for it anymore. Nem rossz az a rapier sem, amit adott. Nincs itt igazából rossz fegyver. Nem nagyon. Minden láttam egy videót, egy űrge, egy darab vassal, gyakorlatilag zankorral, azzal vert le mindenkit, tehát mindent is lehet. Now, those eyes tell a story of a challenger who's felled his mark. Fine and well. Now lay out your arms. Hát sajna még nem tudom fejleszteni. Viszont a bót azt lehet, mert ehhez hármas kell, de kettes kell. Ezt nyugodtan lehet. Jó. Teljesen jó ez így. Szerintem fia is most fog valamit mondani. Fú, mennyivel jobban nézünk ki ebbe a páncélba. Tökre menő. You are so very warm. My dear, have you ever heard of Black Knife Prints? Dear Roger likes to talk of them when abed, and the ancient plot in which the first of the demigods was slain. The black knives wielded by the assassins who committed the act, along with the impressions they made, somehow hide the truth of the conspiracy. These grand affairs are hardly my forte, but dear Roger began to weep as he spoke. In truth, I've heard tell from someone else about the black knife prints that fascinate dear Roger so. But it wouldn't be right to give this to him, stuck as he is in the round table hole. Perhaps you could make use of it? Térképet. Itt van. Hát
hát ez még kicsit odébb van. Clue to the whereabouts of Black Knife Print. Majd oda is megyünk. Azt a kedves kis átkor vegyük le. Jó. És akkor jön a Two Fingers. Are you that new tarnished? You've done well. I am Enya, the finger reader. I interpret the words of the fingers, envoys to the greater will. Look there. The fingers tremble to welcome you, Shardbearer. Let their wisdom wash over you. Great Elden Ring. Root of the Golden Order. Anchor of all lands. Giver of grace. Wellspring of all joy. Until it was shattered, the tragic corruption of the Order has taken its toll. Across the realm, life lies in ruin, fallen to pieces. Foul curses and misery spread, unabating. But the greater will has not abandoned the realm, nor the life that inhabits it. So it is that the tarnished are guided by grace, called to act. Brave tarnished, your great rune is a handsome shard of the Elden Ring. Seek another of its kind. To become Elden Lord and restore the Golden Order. Let the words of the fingers guide you. Well, a remembrance of gold has found its way into your possession. Demigods and even the Crater of the Champions are hewn by the Erd Tree upon their end into remembrances. They are valuable indeed. These remembrances yet house the power of their former masters. And should you wish to wield that same power, well, I will lend you the strength of the fingers. Oh, do not recoil from my offer. The fingers guide us all. And you, tarnished, you are here to take, are you not? Igen, na most a komolyabb bosszok, az igazán komolyabb bosszok legyőzése után, ugye elsősorban Shardbearerekről van szó, kapunk ilyen Remembrance-t, amit ugye a mauzóleumokban meg is lehet duplázni, és tánlokon lehet elég speckó cuccokat. Itt ebből nekem majd csak a páncél lesz igazából érdekes, én a többiért nem vagyok annyira oda. Radagon féle páncélra gondolok, az eléggé a gyengém. Azt kedvelem, de lehet ezekkel kísérletezni nyugodtan, tehát ez is egy tök jó dolog. Van egy csomó minden itt, amit majd fel lehet oldani. Ah, great runes are the stuff of demigods, the children of the goddess, Queen Marika. She who is vessel of the Elden Ring. Tainted by the strength of their runes, her children warred, but none could become Elden Lord. And so grace was extended to your kind, the tarnished. Listen, the fingers speak. The greater will has long renounced the demigods. Tarnished. Show no mercy. Have their heads. Take all they have left. Indeed. But remember one thing.
The demigods are each and all the direct offspring of Queen Marika. Godric the Grafted was but a distant relation, the runt of the litter. His divine blood sorely diluted. How let the words of the fingers got. Ó, ismétli már önmagát. Annyit akartam még csak elmondani, hogy itt azért a lore az sokkal jobban ki van fejtve, meg be van mutatva, mint a korábbi Souls részekben. Itt azért sokkal több a megismerhető információ, ami könnyebben hozzáférhető. És elvileg ez az ajtó is kinyílt. You've received the wisdom of the two fingers, have you not? Then, just as promised, I bid you welcome. As a true member of the Round Table, I am known as Gideon Ofnir, as a tarnished who wishes to stand before the Elden Ring and become Elden Lord. I am accumulating knowledge to be all-knowing. You now belong to a select group of fellows. As such, I ask that you remain constant. You'll be after more great runes now, eh? Then as your fellow, allow me to divulge a little knowledge. The inheritors of the great runes, the shard bearers. We of the Round Table know the location of five of them, including the one you defeated. Godric the Grafted, Lord of Stormvale. General Radahn, who fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds. Praetor Rykard, Lord of the Volcano Manor of Mount Gelmir. Morgoth, the Grace-Given, Veiled Monarch and Lord of Laemdel. And Renala, Queen of the Full Moon, ruler of Rhea Lucaria's Academy. You'll still be after more great runes, won't you? So, Godric the Grafted, Lord of Stormvale. Despite being the blood of Godfrey, first Elden Lord, he's a grotesque old fool grasping for power. His castle lies upon the cliff to Limgrave's northwest, but I suspect you know that well enough already. General Radahn, the famed Red Lion and Scourge of the Stars, is a ferocious warrior. He fought Melania and her rot to a standstill in the Caelid Wilds to Limgrave's east. And now Caelid has been engulfed by the Scarlet Rot. Even approaching the region is no mean feat. I've heard survivors of Radahn's army are still in the wilds, staving off the rot with fire. And if it's true, I suspect Radahn is still there as well, in Caelid. Though, I doubt he much resembles his former self anymore. Praetor Rykard is the Lord of the Volcano Manor on Mount Gelmir. He is a ruthless justiciar who commands a company of inquisitors, reviled for his serpentine demeanor. The volcano, Mount Gelmir, lies in the west of the Altus Plateau, the realm of the Erd Tree. It was the stage of the most appalling battle in the entirety of the Shattering. Rykard has committed the grave sin of blasphemy, marking himself as an enemy never to be forgiven. Morgoth the Grace-Given is Lord of Laemdel, the capital city. It lies at the foot of the Erd Tree, in the east of the Altus Plateau. But the Two Fingers forbid us from venturing there, until we've acquired enough great runes to repair the Elden Ring. Set your sights elsewhere for the time being. The Veiled Monarch can wait. The Academy of Rhea Lucaria lies to Limgrave's north, towering over the mist-laden lands of Liurnia. Renala is queen of the Carian royals, who govern the Academy. But Renala herself is no demigod. Her beloved, Radagon, left her to become Queen Marika's second husband, taking the title of King Consort. The Great Rune dwells within the Amber Egg that was Radagon's gift to her. I understand you've been speaking to Nefeli. She's my daughter.
I took her in when she lost the guidance of grace. Though a mere axe-wielding barbarian, her youthful credulity suited my purposes. So I put her to work. Do not hesitate to employ her. Should her services benefit you? Despite her looks, she is more than capable in the press of battle. Az is nagyon furcsa iránymutatás egyébként, hogy a sorba ugye Renala van majd, hogy nem a vége felé, úgyhogy hát ő a logikus következő lépés. Ez is egy kicsit furi. Divinity, have mercy and grant me forgiveness. The road is yet long, a god is not easily felled. But one day without fail you will have your wish. So please grant me forgiveness, Queen Marika. You, is it? I didn't notice you there. I'll be doing my job, same as ever. Just lay out your arms. Those words were not meant for you. I may be prisoner to you, tarnished lot, but my prayers are mine, and mine alone. Well, I've had my say. I'll be more careful too. Na most amit meg lehetne tenni, van egy great runánk, és akkor azt nem lenne egy utolsó dolog feloldani, de sok értelme nincs, mert ugye runárk kell a használatához, de megszoktam azt is tenni azért, hogy ezeknek az egyes rúnáknak a lehetősége megvan, hogy unlockoljam. Egy boldrék talizmán nincs most jelentősége különösebben, mutatom, de nem annyira lényeg. Lightning damage ellenvét. Van ennél jobb is, hogyha majd arra lesz szükség éppen. Úgyhogy nem nagy történet. Jaj, leesek, jaj, ne. Hát itt gyenge a loot, de azért lejövök érte. Ma már itt van. Ma már így alakult. Én nem használom ezt, hogy az Echo Wars kerep. Ez sajnos egy csomó mindent megáll. Igen. Amúgy nem lenne rossz. Az immunity tökre megtolja. Meg a Robustus Nest is. De cserébe ugye mindenből gyengít lefelé, nem annyira csípem. Szerintem vannak helyszínek, ahol jól lehet használni, de én nem mennyire preferálom ezt. Amit megint nem értek, majd mindjárt mutatom itt a From-nak a koncepciójába,
föl tudok végre ide ugrálni. Sajnos ezek a Divine Tower-ok is teljesen úgy működnek, hogy egy kihalt nagy nulla majdnem az összes. És... ja, ezt még itt mutatnám. Még van itt egy-két apróság, amit föl lehet venni. Szóval itt ami engem zavar egy kicsit, hogy itt nem lehet lovat használni, amit nagyon nagy butaságnak tartok, mert tök hosszú, tök sokat kell kutyagolni. Jó, ezek csak ilyen, nem is értem, ezek minek vannak itt. Van még egy. Na, ezt a szerencsétlen, már komolyan. Semmi értelme ezeknek. Nem igazán értem, hogy ezek mit keresnek benn. De az ilyen, tehát hogy mi a koncepció a mögött, hogy ilyen gyenge mobot tesznek ide? Igazán értem. És akkor most nincs ló, és kutyagolj. És nagyon azt kell, hogy mondjam, hogy ezt a Divine Tower történetet, ezt megint Zelda Breath of the Wild-ból nyúlták le nagy egészséggel. Csak még ott legalább volt tök érdekes kihívás benne. Itt mintha nem lett volna idő arra, hogy betegyék azt, amit szerettek volna. Most nézd meg! Végig kutyagolsz itt a semmibe, igazából nulla kihívás nélkül. Most ezt hagyjuk, hogy ott a híd legelején volt három olyan hatalmas nagy dög, de itt igazából aztán semmi, és mindegyik tök ugyanolyan. Azt hiszem egyetlen egyet kívül ott Kaleidbe, ott egy kicsit érdekesebb. Nem, egyszerűen nem értem mögötte a koncepciót, hogy ez... hogy ez mi akar lenni. Nem, komolyan nem értem. Én biztos, hogyha egy Divine Tower-t kitalálok, mint ahogy kitalálták a Zelda Breath of the Wild-ból is, oda teszek valami igazán egyedi harcot, vagy valami egyedi megoldást, akár valami puzzle témát. Most puzzle témát azt úgy értem, hogy valami kis gondolkodni valót, vagy nem tudom be. De itt nincs, és ez tökre ilyen egy kaptafa, ilyen följössz a Divine Tower-ba, ami elsőre tök jó meglátványos, de amikor az ötödikbe jössz, akkor már így tényleg nem akarod elhinni, hogy ez így ennyi. És akkor megszerzed a izét, vagy a visszaállítod a rúna erejét. És akkor visszaállítottad a rúnát, amiben az a vicc egyébként, hogy rúnárk nélkül teljesen használhatatlan, hiába teszed be az inventoridba. Azért nem szeretem, amikor azt mondják, hogy fú, hát az Elden izé tökéletes játék. Úristen, de hogy tökéletes? Nem, rohadtul nem tökéletes. Ja, ő nehogy kimaradjon a nagy dumálásomba. Itt az első ponttól találkozunk vele. Is someone there? My name is Hayata. And I'm journeying in search of the distant light. If I might be so bold as to ask, would you donate any Shibriri grapes in your possession to me? My eyesight has been weak since birth, you see. I can't tell which way I'm supposed to go next. But when I eat one of those grapes, I can feel a distant light in the back of my eyes. It will lead me to my true duty as a finger maiden. Oh, many thanks to you. Now I can feel the distant light once more. You are most kind indeed. May the blessing of the fingers be upon you. Ez is tök érdekes, hogy ez a karakter, ez totál úgy néz ki, mint a korábban a csaj, akit levertek. És akkor most betették megint a bekötött szemű csajt ide. Hát az első lényeges pont mindig megszerezni ezeket a
térképeket. Jó messze van. Most ebben a táborban is lehetett volna idézni segítőt, hogyha véletlenül valaki lekötözött kezekkel játszik, süllyedő hajón. Miközben még boxkesztyűvel verik is a fejét, hogy le tudja verni ezeket a szerencsétleneket. Nem tudom, figyeltétek-e az AI viselkedését, ahogy itt támadtam a mobokat, tehát itt ütöttem az egyiket, ez meg itt, aki itt állt, szolgya, az meg itt nézte az üres sátrat, vagy a hordós sátrat, whatever. Na, szóval, értem. Ami ellen én küzdök és harcolok egy kicsit, az a túlhájpolás. Tehát... Az semminek nem tesz jót leginkább. Az Eldennek se. Hát azért lássuk a hibáit, mert vannak. You're surprised you found me. No matter. Your money's as good as anyone else's. Ugyanaz a szinkronja, mint a Bokna. Take a look at my wares. Borzalom. Oh, but don't ask me how I got my hands on them, eh? Miért nem zavar ez egyébként, ez rajtam kívül szinte senkit? Én ezt annyira nehezen értem meg, hogy nekem vannak hibák, amik kiverik a szememet. Más meg egyáltalán nem érdekli, meg én belefutok egy csomó bugba, más meg nem. De még nem keresem, nem tudom. Tehát ez ilyen, úgy látszik, bétatesternek születtem. Ja igen, hát ez a frame itt, ez csodálatos. Nem tudom, lehet, hogy meg tudom mutatni. Azt mondja, nézzük csak meg, az eddig közben iszik, nagyon jó. 37 frame-re ledadogott, mert esik az eső. Meg van egy kis köd, meg ott egy kis tűz. Most már 36. Mindezt egy 40-70 titánon. RTX nélkül. Ez nevetséges. Egyébként, ha nincs itt eső, akkor viszont fix 60, érted? From, tanulj meg programozni, menj haza, részeg vagy. Közelben egy kis boss, egy bosszocska, azt le lehetne csapni, szerintem. Thank you.
Ups, ez közel volt. Au. Nem vettem észre, hogy elfogyott a staminám, basszus. Majdnem meghaltam miatta. Hát ez ilyen kis bemelegítés volt. Na, most például csak azért is megmutatom, megint inni fog a karakterem, de mindegy. A kombóra. Hogy most hány frame-mel vagyunk, tessék, 60 frame-mel vagyunk, bocs, 59-el, mert most volt egy kis drop, 57-55, de így gyakorlatilag 60. Most ha 57-re nem megy, ez nyilván bocsánatos bűn, meg 55-re lényegtelen, de az elfogadhatatlan, hogy esik az eső és van egy kis kör, akkor meg teljesen össze, na, hadd ne mondjam, mit csinál. Térkép. Első pont. Ahova érdemes elmé. Nagyon szép, abszolút, tényleg gyönyörűen néz ki, szó se róla, csak ennél szebb grafikát láttunk jobban szaladni. Főleg egy nem igazán gagyinak nevezhető PC-n szerintem. Azokkal a homárokkal nem igazán szoktam homárkodni. Érthető okokból. Cis-heterók, már csak ilyenek vagyunk. Ilyen maradéhak. Nem homárkodunk a homárokkal. Fú, komolyan ezeket a poisonos baromságokat, hogy nem tudja elengedni a From, annyira fárasztó. És akkor betesznek oda egy virágot, ami meg se tud mozdulni nyilván, csak igazából bosszantó. Úgyis poisonot kapok, de nem is kérdés, hogy itt meg kell oldani máshogy a dolgot. Jó. Csak kitakarítom először a helyszínt utána. Utána haladok majd tovább a bosszig. Szokásos módszer. Ja, itt vannak denevérek is, de jó. De nem jó. Most mi? A... Öregem. Föltartott pajzsal és elkap. Persze, hogyne. Biztos, hogyne. Persze. És mégis mibe kap bele, ha föl van tartva a pajzsom a pajzsba? A baromságaival rohadtul fáraszt. Mind a mellett, hogy tök jó dolgok is vannak benne, de drágán mérik azt a gesztenyét, amit ki kell kapirgálni benne. Mit csinál?
nézzétek meg komolyan. Büntet ez a játék engem, hogy bebukszik állandóan minden hülyeséggel. Használhatnék éppenséggel poison ellen valami antidote-szerűséget, ilyen kis, nem is tudom, van-e nálam, egyébként lényegtelen, hogy van-e vagy nincs, mert úgyse fogok használni. Nincs nálam, de lehet, hogy craftelhetnék, de az se érdekes, mert ez teljesen kitakarítható annélkül is. Meg amúgy is, hogy mindjárt beleesel megint a poisonba, és akkor megint kezdheted előről az egész lep. Whatever. Na, volt-e itt ennél esetleg? Azt kellene megnézni, item. Csak ilyen kis nyomi virágok vannak. Ja jó, én ezzel nem fogok itt harcolászni, semmi értem. Jó. Nulla kihívást jelent. Érdektelen. Jó, le vannak hack-and-slash-jelve. Egész jó kis rónákat dobáltak ezek a nyomi denevérek. Ezt nézem. Így sorba. Esetleg valami kis item? Nem? Semmi? Semmi? Semmi kis item nincs. Jó. Akarnék poison kapni most már, ha minden áron el lehetne ezt esetleg kerülni, de úgyis fogok, ahogy látom. Na, egyelőre nem kaptam, kész csoda. Jó, némileg jobbak az esélyeim itt a bossnál talán. Ja, nyakik a vizébe, poisonba megint.
Hát ezt kihívásnak nem hívnám. Ez így, nem is tudom. Csak, talán csak egy ismertetés volt, ez egy Scarlet által. Később indul majd be jobban azért a játék, nem itt. Mit dobott? Mindjárt megnézzük. Egy érdekes kis talizmánt. Igen, ezt dobta. Ez sem rossz. Zatak Power. Nő. Minden egyes sikeres találattal. Szóval 35-ig el szeretnék menni, hogy ezt a páncélt teljes értékűen tudjam használni, ami rajtam van. Na végre már lórom van. Ez a része. Ezeket a részeket érdemes kitakarítani. Mindjárt lesz itt egy elég komoly ellenfél.